oldalról láttam őt ötvözni. Szenzációs harcos. De hát remélem, hogy a mi fiunk se fog szégyent vallani. Ennek ellenére ő is magyarnak vallja magát teljes mértékben. Van felvidéki magyarnak, fel is tudtam beszélni a mérkőzés előtt. A nagyon szimpatikus fiatalember. Egy héttel ezelőtt volt az esküvője. Igen, igen. A felkészülés kellős közepén a barátnőt fölhívta, hogy ott a komos kéne nyilván ütni a laxit. Kellemest a hasznos összehozták. Hát ne jó, az eskü után kapjon esetleg pofonokat. Ez igaz. Vagy előtt, úgy bocsánat, inkább előtte. Úgyhogy eltolta egy kicsit a mérkőzéstől. Kovács Tamás mérlege jelen pillanatban 21 mérkőzés, 21 győzelem, és ezek közül 13 volt a KO-s. A WBO szervezetnél volt már a hatodik is a világranglistán, és jelen pillanatban nincs ott a legjobbak között, de néhány győzelemmel és ilyen jó istállóban boxolva egy év múlva megint nagyon előrébb rukkolhat Kovács. Biztos vagyok benne, mert a Félix általában jól menedzseli ezeket a jobb képességű gyerekeket, és még ebbe a súlyba ő nyugodtan egy-két évet még nagyobb magas szinten elfogszolhat. Kérdeztem tőle, hogy van-e valamilyen rituálé a mérkőzés előtt. Azt mondta, hát általában szeretek a kedvesemmel lenni intim körülmények között, az jót tesz nekem, illetve mindig kérek egy puszit az edzőmtől, aki ugye az édesapja, a Kovács Pál. Hát nézzük, hogy ez szerencsét hozza neki. Volt, így van, ő meg a csehszlovák állami bajnokságot nyerte meg, általában fél nehéz súlyban. Nagyon kemény fiú Kovács, azonnal bemutatkozik két testütéssel vécseinek. Ugye Galánta mintegy 70 kilométerre található Győrtől, ott abban a kisvárosban óriási sztár Kovács, rendre megtölti a csarnokot. Jobbal ballal, nagyon jó, stabil az alapállása, mind a két kézzel rettentően kemény. Egy pusznyi magyar jött vele, lehet hallani őket, úgyhogy tényleg ezt nagyon messzállnak tartják ott, és meg is érdemlik már az eredményi alapján. Egy kicsit jobban menedzselték volna pár évvel ezelőtt, szerintem még nagyobb pályafutást is tudott volna be magának. Mindenféleképpen azt hiszem, hogy a mérkőzés esélyese, de abban bízok, hogy a mi fiunk se, hogy is mondják, nem adja meg magát. Hát ő nincs tele a nadrág, viszont elkezdett vérezni Vécsei. Milyen érdekes, hogy inkább csak testen talált eddig Kovács, de most az orvérzés az hagyján. A cipőfűző. Kis szúnyog csípés? Nagy csípés a boxban az orvérzés. Itt a cipő is ki. Az inkább töröd meg bizony, de hát már mindjárt az első ütéssel eltalálta sajnos az orrát. Összegömbölyödik a kettős fedezék, mögé bújik Vécsei, hát ez most egy jó taktika. Ha nagyon kinyílik, akkor gyorsan véget érhet ez a meccs. Zavarja is a vérzést láttam. Pont a hegyét találatta el, és ez ilyenkor kellemetlen. Ugye az első menetben pláne. Mert most látom, hogy a Tom is erőteti nagyon a videót, inkább úgy fegyelmezi az ellenfelet. Az sem lehetett kellemes ott a bordákra irányuló felütés jobbal. Az nagyon tud fájni. De Vécsei még talpon. Ezek fedezéken puffantak, ezek is. Keresi a megfelelő helyet Kovács. Szépen levédte a két testítés könnyékkel, de azért megáll, nem illik. Próbálja szépen bontogatni ellenfelét a szlovák színekben szereplő magyar fiú. Igen, a másik kézzel is remek az a felütés. Hát az 50 ember körülbelül, aki elkísérte Felvidékről, hihetetlen hangulatot teremt. Egyébként van egy saját boxklubja Tommy Kidnek, Galántán, és azt mondta, hogy akik ott vannak, az a 40-50 srác, azokra úgy tekint, mintha a fiai lennének. Eléggé gyámoltalan volt az a bal egyenes Vécseitől, nem nagyon talált még ebben a menetben Vécsei. Most egy balhallgat, viszont felindított, mintha hallotta volna, hogy valamit neki is tenni kéne az így érdekében. Nagyon zavarja a gólvérzés, úgyhogy
hogy sajnálatos, hogy jel az első menetben megsérült az óra.